egy nagyon izgalmas kiállítással. Három alkotóművész, három szegedi kortársművész, Sejben Lajos, Darázs József és Popovics Lőrinc, három különböző megközelítésben, de nagyjából ugyanarról gondolkozva, közösen gondolkozva, egyfajta holisztikus világszemlélettel az archaikus művészet, az antik művészet és a kortárs művészet kapcsolatát mutatják be, és én azt gondolom, hogy mind festményeik, mind a szobrászatuk, mind a plastikájuk egy nagyon érdekes megközelítést ad, ami a kortárs művészetet jelenti, és hát ezt is hozzá kell tennem, hogy a szegedi kortársművészet talán legjelentősebb alkotóiról van szó. Mindhárom művésznek volt külön-külön életműkiállítása a Röppalotában az elmúlt évtizedben, de ez az első alkalom, amikor a három jó barát, a Szegedi Képzőművészet három muskétása így együtt szerepel a kiállításunkon.